Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Krisztus Urunk szent testének és férjének az ünnepén, Úrnapjának az elő estéjén. A Szent Misét elhunyt Szatmári Antal felesége Teréz, fiaik László és Antal, menyeik Klára és Erzsébet ért, azon kívül elhunyt Niedermüller Antal, neje Irén, fiúk Antal, vejük András és unokájuk Péterért ajánljuk föl. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg a bűneinket, hogy tiszta szívvel, méltó lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Oh.
rögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, hogy tested és véred szent titkát úgy tiszteljük, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e parancsait vagy sem. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Átvezetett a mérges kígyó és korpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szentlecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja.
mondja, én vagyok az égből szállott élő kenyér, aki eszik ebből a kenyérből örökké. Legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ez a testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, mai korunknak egy nagy baja, problémája, hogy egyfelől a fejlett világban hatalmas élelmiszer felesleg pazarlódik el, másutt a szegényebb országokban, kontinenseken viszont nagy az éhezés. A fejlett világban nagyjából a 30%-a az ételnek a kukában végezheti. Most egyre több helyen vannak már intézkedések ennek a visszaszorítására. És ugyanakkor nagy probléma az elhízás is, aminek számos oka van, de ezek közül az egyik az az, hogy az emberben van egy mély éhezés, egy mélyről fakadó igény. És amikor nem találjuk meg az igazi lelki táplálékot, akkor habzsolunk, már a gyermekek meg szokhatják azt, hogy az édességet tömjék magukba, mert egy mélyebbről jövő éhség szólal meg a lelkükben. Másutt viszont a nélkülözés a probléma, a vészes elgyengülés, a alul tápláltségnak a problémája. Egy afrikai országban megjelent az orvosi rendelőben egy lesoványodott férfi, de az orvos ismerte a családját, tudta, hogy igazából meg lenne minden, ami szükséges a táplálékhoz,
És arra emlékeztette ennek a lesoványodott embernek a feleségét, hogy a tejfölt, a túrót, a vajat, a tojást és a baromfit ne csak a piacra hordja, hanem az ételekbe is tegye bele bőségesen. Mert akkor a férjének nem lesz semmi baja, mert csupán az alultápláltság okozza a betegségét. Tehát van egy lelki alultápláltság is ezzel párhuzamosan. Az étel nem arra szolgál, hogy kirakatba tegyük a vitrinekbe, az áruházakban, hanem arra, hogy használjuk, táplálkozzunk vele. És ma az oltári szentségnek az ünnepén is kell erre emlékeznünk. Nagyon szép az, szép szokás, hagyomány, hogy úrnapjának a fő ünnepén az oltári szentséggel körmenetet tartunk. Végig hordozzuk Krisztusnak a szent testét a templomunknak a környezetében. És ezt nem is szabad helyteleníteni, tegyük meg ezt imádkozva és énekelve, de ne feledkezzünk meg arról, hogy Krisztus Urunk elsősorban azért rendelte az oltári szentséget, a szent testét és vérét azért adta ételként és italként, hogy tápláljon bennünket, hogy a vérszegény életünket életre keltse, és a szívünkbe öntse az ő isteni életét. A vészes vérszegénységnek a következménye a testi gyöngesség. De létezik a vészes lelki vérszegénység is, amikor nem táplálkozunk Krisztusból. Meg vagyunk ugyan keresztelve, lehetőségünk lenne arra, hogy fölkészüljünk méltó módon a szent áldozásra, de nem élünk ezzel az alkalommal, mert igénytelenek vagyunk lelkileg. Ennél is súlyosabb probléma, ha lélek nélkül áldozunk. Figyelemre méltó, hogy már Pál apostol is találkozott ezzel a problémával. A korintusiaknak írt levelében emlékezteti az ottani híveket az utolsó vacsorának az alapítására, hogy mit cselekedett Jézus azon az alkalmon, nagy csütörtökön. És ennek mi volt az alkalma, ennek a beszámolónak? Hát az, hogy a korintusi keresztények elfeledkeztek a lényegről. Magukhoz vették ugyan Krisztust az utolsó vacsorának az emlékében, az eukarisztiának az ünneplésénél, de ugyanakkor súlyos megosztottság nehezedett rá a korintusi egyházközségnek az életére. Például a szegények és a gazdagok között kiáltó ellentét mutatkozott meg. A gazdagok nem érezték a késztetést arra, hogy amikor a mise után agapét tartanak, akkor a legjobb falatokból a szegényeket is részesítsék, hanem inkább félre vonultak, és magukban töltekeztek a legjobb földi falatokkal, miközben a szegényebb keresztény társaik nélkülöztek. Ebből az alkalomból emlékeztette Pál apostol a korintusi keresztényeket arra, hogy méltó módon kell a szentmisét megünnepelni. Kedves testvérek, mi sem lehetünk a megszokásnak a rabjai. Fontos az, hogy megvannak a hagyományaink, itt Visegrádon nagyon hosszú időkre nyúlik vissza a virágszőnyek készítésnek a története. De még ennél is fontosabb, hogy mi magunk is
átéljük azt, amit a rítusainkkal, szertartásainkkal kifejezünk. Legyenek ezek a virágok valóban a mi Krisztus iránti szeretetnek a jelei. Kedves testvérek, a német közmondás mondja, der Mensch ist, was er ist. Az ember az, amivel táplálkozik. Olyanná válik, mint a tápláléka. Nekünk keresztényeknek az a küldetésünk, hogy krisztusiakká váljunk, ahogyan a keresztény szó is jelenti. És ehhez az szükségük, hogy szükséges, hogy Krisztussal táplálkozzunk. Jézusnak gondja volt arra, hogy lelkileg táplálja az ő népét, a pusztába vezette ki őket, ahol megéheztek, és ő a tanításával töltötte be a lelki ínségüket. Utána szaporította meg csupán a kenyeret, amikor már föl tudta kelteni a lelki éhséget a lelkükben. Az első olvasmányban arról hallottuk, hogy Istennek a pedagógiája már az Ószövetség idején is hasonló volt. Az egyiptomi rabság után az Úr szintén a pusztaságba vezette ki az embereket. Mózesnek a könyvéből hallottuk, hogy azért tett így az Úr, hogy próbára tegyen benneteket, hogy átéljétek azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval is, minden igével is, ami az égből száll alá. Jézus is ezt a tanítást erősítette meg, ő már nem mannát adott, hanem a tulajdon testét és vérét adta eledelül. Kedves testvérek, Jézusnak a szavának hiszünk, nem tudjuk azt, hogy miképpen változik át a kenyér és a bor az ő testévé és a vérévé. De hát azt sem kérdezzük, hogy Jézusnak miképpen volt hatalma meggyógyítani a bénát, vagy hogyan csinálta azt, hogy föltámasztotta Lázárt a halála után 4 nappal. Hogyha Jézus meg tudta tenni azokat a nagy csodákat, hogy vizen járt, és nem tudjuk azt, hogy ő ezt miképpen művelte, akkor elhihetjük neki azt is egészen biztosan, hogy neki ma is van hatalma átalakítani a kenyeret és a bort az ő testévé és vérévé. De ez csak az egyik átalakulás, a másik átalakulásnak bennünk kell végbe mennie. Hogy azzá válunk, amit magunkhoz veszünk. Nem is az a egyedül fontos, hogy a test és a hogy a kenyér és a bor Jézusnak a testévé és vérévé válik, hanem éppen olyan fontos az, hogy mi bennünk is végbe menjen ez a változás. Kedves testvérek, azok a lelki személyek, akik megértették a szent áldozásnak az igazi jelentőségét, a legmagasztosabb szavakkal beszélnek a kommunióról, a Jézussal való táplálkozástól. Néhány ilyen szerzőt szeretnék idézni. Minden szent áldozásban elragad minket egy-egy újabb hulláma annak az isteni életnek, amely Krisztusból árad, amely átjár minket és a létünket lépéstől lépésre közelebb viszi a beteljesüléshez. Minden szent áldozás esemény nagyobb, mint bármi más, ami velünk történik. Igen, ez a napunknak az egyetlen igazán jelentős eseménye. A szerző Thalhammer német lelki író. A Szentségek életértéke című kötetben pedig
több szerzőtől ezt a gondolatot találjuk. Az ember számára a jelen üdvendben semmi más nem lehet elég, semmi másban nem találhatja meg igazi önmagát, semmi más nem juttathatja fel az életnek olyan csúcsára, amelyet a maga sajátos életének érezhet. Csak ha úgy tud a szeretetnek a partnerségébe kerülni Istennel, ahogyan Isten szereti Istent, a Fiú, az Atyát a Szentlélekben. Ezért hiába a többi hat szentség, hiába az Atyát kereső élet, ha nincsen szent mise. Egyedül az eukarisztia ünneplésében találkozhatunk valóban úgy Atyánkkal, mint Isten az Istennel. És egyedül a szent mise által fogadhat el és ölelhet magához bennünket Istenünk úgy, mint valódi gyermekeit. Amen. Valljuk most meg Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. De nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és ért általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a szent hírek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a szent lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szeretett lakomádra, a szent misére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Üdvözítő Jézus Krisztus, add meg elhújt szeretteinknek, Szatmári Antalnak, felesége Teréznek, fiai Lászlónak és Antalnak, megyei Klárának és Erzsébetnek, továbbá Niedermüller Antalnak, Neje Irénnek, fiúk Antalnak, vejük Andrásnak és udokájuk Péternek, hogy találkozhassanak veled, és a mennyben örökre láthassák fényességedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add kérünk, hogy a Szent Mise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a fölajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus Urunk által. Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, és örökül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, föláldozta önmagát, mint szeplőtelen bárányt. Tökéletes, dicsőítő ajándékul néked. E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, hogy a földkereksége minden ember az egy hit világosságában éljen, és szeretetben forjon egyé. E csodálatos szentség asztalához azért járulunk, hogy boldogító kegyelmet töltsön el minket, és egyre jobban magunkra öltsük Szent Fiadat Jézus Krisztust. Ezért zengi néked az imádás új énekét minden élő a mennyben és a földön, mi pedig az angyalok egész kórusával együtt hangos szóval hirdetjük, és vég nélkül zengjük. Thank you.
Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl néked, tarts meg békében, őrizd meg egységben, és vezest az egész földkerekségen szolgáddal Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlevőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot fölajánljuk, vagy akik ezt fölajánlják önmagukért és övéikért lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérve, kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá, és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kenyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be néked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk,
Szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a Te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral, Marcellinnel, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmatból bocsáss be mégis minket, szentjeid körébe. Istenünk, Te mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled meg, érteted, áldod meg, és adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk, kérünk, Urunk, tölts be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk föláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Plébániánk hirdetései. Krisztus szent teste és vére Úrnapján. Az idei évben is elkészült úrnapi virágszőnyeg, igaz, a megszokottnál szerényebb méretben, mivel a távolságtartásra vonatkozó járványügyi előírások miatt a padok közötti átjárás lehetőségét biztosítani kell. Köszönjük mindazoknak, akik a virágszőnyeg elkészítéséhez bármilyen módon hozzájárultak. Szervezéssel, pénzadománnyal, virágszirommal, mohaalap lerakással, takarítással és a virágszőnyeg elkészítésével. Amint az előző években, az idén is Szabóné Mayer Katalin tervei alapján készült a szőnyeg. Fénykép készül, jelezzük, ha már kapható. Heti ünnepeink. Hétfőn Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja, pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja lesz. Szerdán este dr. Csépányi Gábor teológiai tanár, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa lesz a vendégünk. Este 6 órakor ő mutatja be a Szent Misét, majd ezt követően lelki gondolatokat tart, személyes Isten kapcsolat címmel. Jöjjünk minél többen! Pintér Sándor életének 77. évében elhunyt. Temetésével kapcsolatban később adunk tájékoztatást. Iszti Méri Róza, aki Králikné Matkovics Mariannak édesanyja, életének 87. évében elhunyt. Temetése Dunaújvárosban lesz, szerdán 17-én lesz itt érte Szent Mise. Schneider Elemér 89 éves korában Németországban elhunyt. Temetése ott volt június 12-én délután 2 órakor, amikor harangoztunk. A Szent Misék rendje. Holnap vasárnap reggel 9 órakor elhunyt Kalász István atyáért. Este 6 órakor elhunyt Szedlacsek Ferencért, neje Gersmeyer Rózáért, és elhunyt Takács Sándorért. Szerdán este 6 órakor elhunyt Iszti Méri Rózáért. Szombaton este 6 órakor elhunyt Elelényi Ivánért és felesége Iász Kornéliáért és szüleikért. Jövő vasárnap reggel 9 órakor egy elhunyt édesapáért, délelőtt 10:30-kor elhunyt Molnár Béláért lesz a gyászmise. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, járjatok békességgel. Isten.